sportosat. Híradónk vendégei Balogh Vilmos, a BSE birkózó szakosztály igazgatója, valamint Szekér Simonetta, U23-as EB ezüstérmes birkózó. Szervusztok, üdvözöllek benneteket! Na hát gratulálunk a ezüstéremhez. Benne volt a pakliba? Így utaztál ki, hogy... Mindenféleképpen éremért utaztam ki, és nagyon örülök, hogy ez meg is lett. Lehetett volna fényesebb is, de azon leszek, hogy legközelebb a legfényesebb érmet hozzam el. Na, majd a meccseken végig megyünk, jó? És jó. Akkor majd kibontod, hogy esetleg, hogy mi volt a gond. Így engedtétek ki? Mi volt az elvárás? Egyáltalán egy sportolóra mennyire lehet rátenni a terhet, mikor kimegy egy nemzetközi Európa bajnokságra, vagy nemzetközi versenyre? A Honvédnak van egy ideológiája, hogy a versenyzőinkre még felnőtt korban se teszünk terhet, hiszen ha egy ilyen teher le van véve, akkor tud felszabadultan birkózni, hiszen mi hosszú távon működünk együtt és dolgozunk együtt. A siker egyik záloga az volt, hogy majd a Simo elmondja, hogy egy súlya lejjebb fogyott, az sem egy kis dolog volt, és ezért... Várj, 50 kilóba volt, ugye? Igen. De ez már a súlya, amiben belefogyott. És így nagyon ott tudott lenni erőbe is, amúgy meg, hát ő nagyon szorgalmasan készül, hiszen 6 éves kor óta birkózik, és megvan benne minden olyan dolog, hogy ő nagyon nagy eredményeket érjen el, de hát majd elmondja, de mert hány érme van világversenyről, tehát ő neki egyenes út vezetett ide, hogy majd U23-ban is a felnőttek kapujába is érmet szerezzen, de én csak azt tudom mondani, hogy csak így tovább, meg megtalálta a súlycsoportját, mi nagy reményekkel vagyunk, hogy a későbbiekben a felnőtt mezőnybe is oda teszi. Ha jól vettem ki a szavaidból, akkor azt akartad felém üzenni, meg a nézők felé is, hogy rengeteg utánpótlás nemzetközi versenyről szállítottál érmeket. Ez így van. Ez volt a 4. érmem utánpótlás világversenyről, plusz szereztem még 3x5. Helyet, amikor lecsúsztam a dobogóról, és most már nagyon vártam, hogy újra jöjjön egy érem. Mikor érezted azt, hogy jó helyen vagy a szőnyegen? Mert ugye azt mondta igazgató, hogy 6 éves korodban kezdtél birkózni. Igen. És mikor érezted úgy, hogy valóban neked itt a helyed? Leginkább akkor éreztem először ezt az érzést, mikor 2015-ben szülői engedélyesen indulhattam a kadett korosztályban, és ott ezüstérmet tudtam nyerni az Európa-bajnokságon. Miért kellett az engedély? Mert túl fiatal volt? Így van. Akkor te a versenyzőkhöz képest is fiatalabb voltál? Igen. És egy ezüstérem jöttél haza? Így van. Mit szóltak a vetétársak, hogy... Hát igazából mindenkinek meglepetés volt, mert nem tudtattuk, hogy mire számíthatunk. Mm. Mivel lepted meg őket? Hogy emlékszel vissza? Az akaratosságommal, szerintem. Hú, egy akaratos nő vagy? Igen, nagyon. Az nőkbe veszélyes, de jó helyen van, viszont itt ez pozitívum a szőnyegen, igaz? Nagyon itt. Hozzá kell tenni az akaratossághoz a kitartást is, hiszen ha valakinek nincs kitartása, főleg küzdősportokban, akkor már a hosszú távú munka mindig meghozza a gyümölcsét. Még hozzá kell tenni ehhez az eredmény esőhöz, hogy azért van neki egy olyan nevelőedzője, a Lévai Zoltán, akit persze meg kell említeni minden helyzetből, hiszen ő nagyon-nagyon kötődfogásúaként is nagyon sokat tud a szabadfogásról, úgy néz ki, hát főleg a lányokról, és jó pár ilyen hölgy, és most már hölgyek lettek, lányokkal foglalkozott, és a Simo volt az első, akiben úgy meglátta ezt a nagy lehetőséget, és ő nála van egy olyan metodika, hogy ő nagyon sokat edzeti a lányokat fiúkkal, erősebbekkel. És ha már ott a technikát meg tudja csinálni, és akkor a Simónak ebben van nagy erőssége még, hogy ők fiúkkal készült a Lévai Zolinál nagyon sokáig, és a mostani
edzője pedig, aki a válogatottnál varja, vagy éppen a Honvédnál most foglalkozik vele, ha nincs a válogatottban, de a válogatottban is elkíséri őket, az pedig Hatos Gábor, tudjuk aha. róla, hogy nagy szabadfogású versenyző, és ez a kettős dolog az itt a Honvédban úgy néz ki, hogy eredményes. Simo, vagy hogy szoktad téged szólni? Simo? Igen. Próbáltam figyelni, mert ugye ő már így mondta ki a nevedet, mondom, akkor Simo. Szüleid mit szóltak hozzá, hogy a csöpp, kis törékeny lányuk birkózni megy? Örültek, hogy levezettem az energiát. Hú, mit csináltál te otthon, hogy ezt így örömmel fogadták? Hát sokat verekedtünk. Testvéreddel? Ezt a harciasságot vittem át szépen lassan a testvéreddel verekedtél? Igen. Ő nagyobb tőled? Igen. Ő is birkózott. Mind a két testvérem birkózott. De nem számított sem, hogy... Akkor te így hozzászoktál elég gyorsan ahhoz, hogy idősebbekkel, erősebbekkel küzdesz. Hát ez biztos, de a szőnyegen jobban tudtam ezt kamatoztatni. Akkor nézzük ezt a U23-as Európa bajnokságot, ahol ezüstéremmel tértél haza. Egyébként most ezt tartod a legjobb eredményednek? Igen. Akkor most ez a csúcs, ugye? Igen. És akkor ezt kell majd felülírni. Igen, mindenféleképpen egy felnőtt éremmel. Az első meccsen ugye egy német ellen 6-4-re nyertél. Igen, hát az nagyon szoros mérkőzés volt. Régebbről ismertem már a német lányt, de tényleg már ilyen 5-6 éve birkoztunk legutóbb, szóval nem tudtam, hogy most mire számíthatok. Igen, az tőle. Az rengeteget változik. Igen, az ember. És reménykedtem benne, hogy simán mérkőzés lesz, de ez most így alakult, a lényeg, hogy felém billent a mérleg, és túljutottam. Első meccs. Mennyire izgulsz egy az első? Mert vannak sportolók, birkózók, a judósok, most mindegy, akiknél az első meccs egy kicsit mindig vízválasztó. Ha az jól megy, akkor utána minden jól fog történni. Téged ez mennyire befolyásolja ez az első meccs? Mindig az első meccs számomra így testileg a legnehezebb, mert olyankor még jön a savasodás, bárhogy bármennyire próbálok jó bemelegíteni, valamennyi savasodás mindig jön, és hogyha az első meccsen túl vagyok, utána már semmi probléma ezzel. Erre külön fordítottak valamit energia, vagy erre nem lehet, hogy az első meccs is már tulajdonképpen olyan legyen, mint a második vagy a harmadik meccs? Hát erre csak azt lehet mondani, hogy a rutin meg kell szerezni. Tehát itt a pandémia miatt a lányok nem tudtak úgy versenyezni, meg nem voltak olyan sok verseny, főleg nemzetközi szinten lehet. Ez meg is látszott a birkózásában, de ha később veszed a többi meccsét, én azt gondolom, hogy a döntőt is, amit mondott, egy kicsit későn indított. Tehát ha nem ilyen későn indul, akkor legfényesebb érem is ott van a nyakába. Nem baj. Legalább van egy ösztönző erő. Én így nézném ezt az ezüstérmet, hogy ez ösztönöz arra, hogy még többet kell majd dolgoznom az aranyért. Tehát, nem? Igen, hát inkább minél többet kell nekik versenyezni. A szakosztályban az edzőinkkel megbeszéltem mindenképpen, hogyha ha lehetséges, akkor mindenképp nézzünk nagyon erős versenyeket, akár Törökországba, ugye most keletre igen. annyira nem tudunk menni, de olyan helyekre, ahol a lányok minél több nemzetközi versenyeken, nemzetközileg tudjanak rutin szerezni, mert a szimóéknak most már csak erre van szüksége. De még hozzátenném még, hogy ugye Simo gyöngyszeme ugye nem csak a Honvéd birkózásának, hanem a magyar birkózása, de van a Honvédban még több ilyen lányunk, Bognár Erika is részt vett, ugye Simo, az U23-as Európa-bajnokságon, és ő is egy picivel maradt csak, hogy érmes legyen, de fantasztikusan birkózott a két lányunk, ő 55 kilóba birkózott, és őnek is van már több érme világversenyről, és ők nagyon együtt vannak, együtt edzenek most már 3-4 éve, és azt hiszem, és még azt el kell mondani a női szakágunkról a Honvédban, hogy most már 4-5 éve mi nyerjünk minden olyan csapatversenyt, ami felnőtt magyar bajnokságról, vagy U17-től a juniorig, U23-ig mindent mi nyerünk, hiszen
ez a kis csapat, ami most összekovácsolódhat 3-4 éve, a Fátlányok, aztán a Teréklányok, aztán van egy kis erdélyi Béres Alexandránk, aztán van egy Német Annánk, ugye? Mm. És akkor a Zoé, mondjad, a szekeres Zoé, az ugyancsak Esztergomból. Ezek is egy akkora tehetségek, és akkora elánnal és olyan jó közösségben dolgoznak, hogy megvan rá a remény. Tehát itthon mindent, ahogy elmondtam, mindent megnyertünk csapatba, és én azt gondolom, hogy Párizsra 2-3 lányunk odaérhet, de a következő olimpia biztos, hogy az övüké lesz. Jó, első meccs megvolt, mondta, hogy szoros meccs volt. Te jött egy moldovai, 4-3, az is szoros. Igen, főleg úgy, hogy az utolsó 15 másodpercben csináltam egy 2 pontos akciót, amivel konkrétan eldöntöttem a mérkőzést, mert onnan már nem tudott mit csinálni, de addig végig ő volt előnyben, ő vezetett. Mikor tudod, hogy már csak 10-15 másodperc van hátra a mérkőzésből, ilyenkor megremegsz, vagy még pluszabb, még több erő lesz benned? Ezt hogy dolgozott fel? Hogy vezet az ellenfél, és már nagyon rövid idő van hátra. Igazából engem nem nagyon sokkol, hogyha kevés az idő, mert az jó. Érzem magamban még a hatodik percben is, hogy van még erőm, tudok menni, szóval hogy nekem szerintem ebben is rejlik egy kicsit úgymond a titkom, hogy még abban a utolsó egy percben is tudok iramot menni, akár akciót csinálni. Akkor figyelniük kell nagyon rád az ellenfeleknek. Aztán jött egy könnyű meccs, egy azerivel. Ugye 8-0-nál tus. Igen, az volt a legegyszerűbb meccsem, ami számomra meglepő is volt. Hát igen, pedig ez már a harmadik meccset volt, tehát az ember azt gondolja, hogy ott már még keményebb ellenfelek, hogy még nehezebb lesz a... Ott úgy éreztem, hogy nagyon szépen sikerült megvárnom azt a pillanatot, amíg el tudtam adni azt az akciót, amit éreztem, hogy meg lehet csinálni, és abból, hogy még két várra is fektettem, az nagyon jó volt. Hát igen. És ezután jött a döntő. Egy francia lány. Ez az Emma 3-0-ra nyert, tehát azt jelenti, hogy nem egy nagy fölénnyel. Valójában te ezt hogy érezted? Ezt a döntőt? Az előző meccseim által én még az utolsó utáni pillanatig is hittem, hogy tudok valami akciót végrehajtani, és meg tudom fordítani a meccset. És ezért is bántott annyira, hogy ez nem sikerült, mert akár még ott is lehetett volna. Miért nem tudtad megfordítani? Mivel volt jobb, hogy... Nagyon ügyesen kizárt a birkózásomból. Amit én szoktam, hogy ráerőltetem másokra a birkózásomat, most ő erőltette rám a birkózását. Lehet, hogy kevés ilyen versenyzővel találkoztál az elmúlt időszakban? Igen. Na, igazgató úr, akkor megvan, hogy milyen ellenfél. Igen, de egyenrangok voltak, még a pontszámba se lehet, mert amikor már elindultál, és majdnem időn túl, akkor már megvolt a 2 pont, majdnem, tehát az 3-2 volt, de ha előbb ki tudja majd azt használni, amit az előbb mondott, hogy a Simó, hogy előbb elindul, és megrángatja, és egy olyan iromot diktál, amiben hibázni fog az ellenfél, tehát még sok marad benne, és ez egy olyan dolog, hogy ezt kell még neki tanulni, hogy megmarad benne még sok, ami ki kellett volna adni a mérkőzés közben. Erő. Tartalékoltál nagyon? Nem tartalékoltam, csak úgy éreztem, hogy általában mindig az ilyen utolsó egy-másfél percben szoktam megindulni, és ez ilyen jó bevett szokás, de lehet, hogy ezt ki kell tolni utolsó 2 percre például. Bocsáss meg, de ez egy magyar szokás, én úgy hallottam, hogy a Komáromi Tibi idején is ez volt, hogy mert olyan jó erőben vannak a magyar birkózók, hogy... Hát most már aztán úgyis majd beszélünk az Európa-bajnokságról, mert ott is indultak. Így van. Ott is indul, meg a Bognár Erika is, tehát két olyan lányról beszélünk a Honvédból, akik első ízbe indultatok felnőtt Európa-bajnokságon, és itt is ez a probléma jött elő, tehát nem általános ez a magyar birkózásra, főleg most ha
a kötött fogásokról beszélünk Honvédba, tehát hatan indultak, azért láthattad, hogy birkoztak azok, tehát ma voltunk itt nálad, és ebben már, tehát ott az utolsó előtti pillanatban megcsinálták az akciókat a fiúk, tehát ez így nem trendi, vagy nem szokás, hanem egy kicsit valahogy nem érezték az időt. Tehát itt az EB-n is úgy kapott ki mind a két lányunk, hogy még sok minden maradt benne, amit még... És akkor mit kellett volna? Időt kiabálni folyamatosan nekik? Vagy hogy lehetett volna ezt korrigálni? Itt ez egy olyan dolog, hogy az edzők jó mondták, az edzők nagyon jó elindították őket, a klubedzők is nagyon jól fölkészítették. Amit az előbb mondtam, ez a rutin kérdés. Tehát, hogyha valamit nem gyakorolsz, akkor azt elfeled. Meg nagyon sok edzőtáborra van még szükség, és olyan ingereket kapjanak olyan birkozó lányoktól, amit most is mondott, hogy még ilyenne nem találkozott, aki ő rá erőszakolja az ő birkozás. Csak ilyen van, aki. Tehát itt az élmezőnyben, akár az úszára nézem, és utánpótlás vagy felnőttben, itt már azért nagy taktikai harc van, és ebbe beletartozik az, hogy mikor indul el, és egy versenyző, hogy meg tudja nyerni, hogy ott legyen fejben, hogy meg tudja nyerni a mérkőzését, de az nagyon sok rutin kell. Tehát, hogyha megkérdezem a Simót, talán egy kezeden meg tudod számolni, hány versenyen indultál az idén. Hát az biztos. Akkor ez a felnőtt Európa bajnokság, ugye, ami nem sokkal volt az U23-as EB után, ez tulajdonképpen ezért kellett, hogy még több meccsed legyen, még több inger érjen, vagy? Igen, ez elsősorban rutinszerzés volt, hogy egyáltalán megtapasztaljuk azt, hogy milyen egy felnőtt mezőny, de ott is bosszantott, hogy nem sikerült tovább jutnom. Az Erivel találkoztál, 3-2-re kapták ki. Tehát éppen, igen. Hogy mi történt? Későn indultam el. Igen. Bosszantó, nem? Hát igen, eléggé. Főleg, hogy tényleg meg nyerhető meccset veszítettem. Tehát te jobbnak érezted magad ettől az iránytól. Bosszantó lehet. Nagyon. De hát te... Ez a tanuló pénz. Hát igen, most április 30-án lesz a felnőtt magyar bajnokság, az már mi rendezzük, a Budapest Honvéd rendezi a Kimbába, és igazából az egy válogató verseny lesz, felkészülési verseny és válogató verseny az ősszel a rendezendő világbajnokságokra. Majd a 23-ast és a felnőtt világbajnokságot is beleértem. Én reméljük, hogy addig is lesz még edzőtábor és nemzetközi verseny. És ezek a lányok most lépegetnek előre, hiszen U23-as leszem még 2 évig, jó számolom? Még jövőre. Tehát 21-22 évesek most a lányok. Még jövőre is van utánpótlásban rutinszerzés, és egy olyan mezőnyben, hogy ők azért, mert azért nagyon inspiráló egy ilyen érem kollekció, amit a Simó eddig elért, meg ez az Európa bajnokság. Tehát ez egy olyan motiváció, hogy igen, erre lehet építeni, és ugye nem állunk meg, mert április 30-án magyar bajnokság, és utána már ősszel jön a utánpótlás világverseny, meg a felnőtt világversenyek. És akkor addig marad az edzés? Igen. Végig edzőtáborok lesznek most már, remélhetőleg tényleg összejönnek a nemzetközi versenyek is, mivel idén az év elején mentünk volna, nem is tudom, 3 nemzetközi versenyre, de mindent lefújták a Covid miatt, igen. És így nem tudtunk mit csinálni. Mikor volt neked utoljára olyan nyarad, hogy 2 hónap azt csinálsz, amit akarsz? 4 éves koromban. Nem volt ilyen, és hál' Istennek sérülés sem hátráltatott, hogy igazából ilyen hosszú pihenőt kellene tartanom. Nem hiányzik, nem vagysz rá, hogy elmenj 1-2 hónapra nyaralni, össze-vissza? Hát szerintem a végére nem tudnék mit kezdeni magammal. Nem? Hát mennyi időt bírnál el úgy, hogy nem kell csinálni semmit? Na ezt áruld el nekem. 1 hét? 1 nap? Hát 1-2 hét. 2 hét, de aztán utána? Neki állna önmagát leedzeni. Amúgy a nagy álmuk az olimpia ezeknek a versenyzőknek, és ugye ez motivál bennük,
mozgatja őket, meg hozzászoktak egy ilyen, egy hetes ciklust, egy hét napot kihagynak, vagy öt napot, utána már szervezetük is visszáll arra, hogy ugye napi két edzés, ez már bennük van, de hát világszinten nem is lehet másképp megmaradni, mert mindenhol ennyit edzenek. Tehát ennélkül nem fog menni a világversenyek. Nem is akartad soha abba hagyni a birkózást? Tinédzser koromban voltak ilyenek, hogy én a barátaimmal szeretnék lenni, de ezen kívül semmi komoly. Tehát nem egy másik sportág miatt, nem, vagy nem. Ilyesmi. Nem, csak annyi, hogy most túl sok volt az edzés. Olyankor sem igazából. Tudom, hogy megvan a célom, hogy miért csinálom. Jó, csak hogy a barátaiddal akartál lenni edzés helyett. Ja, hát ott igazából a világgal is gondom volt, szóval... Ez mennyi ideig tartott? Nem sok ideig. És ilyenkor az edződ, a szüleid kitett rendbe? Ki beszélgetette hát, veled? Beszélgettem a szüleimmel is, plusz akkor még otthon edzettem Esztergomba, Lévai Zoli is beszélgetett velem erről, hogy ha csináljam, jó lesz, ez ki fog kifizetődni, és így folytattam. Hittél akkor neki? Hittem, hiszen lementem edzeni. Hiszen itt vagyunk. Van egy ilyen anekdóta, Zolitól tudom, hogy kicsi lány volt még, de nagyon egy ilyen horcias, karakán gyerek volt, és akkor odaállt csipőretét. Zoli, én úgy döntöttem, hogy abba hagyom a birkózást. Volt ilyen? Volt? És akkor az a Zoli bácsi leütette, azt elmagyarázta neki, hogy miért kell küzdeni. Zoli nagyon tudhatni a versenyzőkre, a gyerekekre, nagyon tudja motiválni, de ahogy látjuk, és én megmondom őszintén, a 30 évet én is edzősködtem utánpótlásban, felnőttben klubot vittem vidéken, és ugye 7 éve most itt Budapesten, hogy a legnagyobb edzők, a legjobb edzők azok, akik gyerekkortól el tudják vinni felnőttkorig a versenyzőket, és ott tudják tartani, a rendszerben tudják tartani, és meg tudják tartani bennünket a motivációt. A mai magyar, meg a világ sportjába és a helyzetben ez egyik legfontosabb edzői tulajdonság ez, hogy átléptetik a felnőtt korba, és a kinevelt 10-15 éves munka nem veszik el. És így nem veszik el a gyerek, mert ugye a gyerekek meg azért hajlanak sok mindenre, sok minden éri őket az életbe, és az egyik legnagyobb baj a magyar birkózásnak, hogy 18 éves kor után valahogy abba hagyják a gyerekek, nagyon sokan abba hagyják, vagy elmennek tanulni, vagy beállnak dolgozni, de hála Isten, nekünk olyan lehetőségeink vannak a klubban, hogy tud egy biztos hátteret adni, és a mi gyerekeinknek a 90%-a nem veszik el a honvédosoknak. Simonetta, elárul nekem csak egy rövid mondat, mert sajnos időm mindjárt lejár. Mivel tudott téged meggyőzni az Olivel, hogy neked maradnod kell a szőnyegen? Hát mondta, hogy tehetséges vagyok, hogy tényleg, ha folytatom és beleadok mindent, akkor akár az olimpiai arany is lehet a végcél. Párizsról álmodozhat, mit mondasz neki? Vagy még az még korai neki, mert még fiatal. Nem korai. Most ebben a súlycsoportban ő már bizonyított. U23-ban a felnőttek előszobájában van, ha igazából egy gyors fejlődést tud mutatni olyan irányban, hogy a sok versenyzéssel egy jó versenyzés rutin tud szerezni, akkor ő olyan tehetséges és olyan motivált, hogy ő ott lehet a párizsi olimpián. Te hogy érzed? Ott lesz már a helyed? Tehát valóban megérettél arra? Én mindenféleképpen szeretnék ott lenni a párizsi olimpián, és ezért mindent meg fogok tenni, hogy így is legyen. Akkor már nem fogsz már többet csípőretet kézodálni az Oli bácsi elé, és abba hagyod a birkózást. Nem, ilyen nem lesz. Akkor van egy újabb reménységetek, és akkor azt mondod, már a Párizsba a kiút, akkor már úgy jut ki, hogy akkor már érmet is lehet tőle várni, ugye? Jól vettem ki a szavagyból. Előre, ne haladjunk ilyen gyorsan előre. Hát csak egy kis terhet, tegyünk már rá. Van egy nem, de szűk rá, úgyhogy csak a honvéd, úgyhogy ezeket az elvekben nem engedünk, hanem ha lehet hírni ilyen kósza híreknek, még nem hivatalos, de a kvalifikációs világbajnokság jövőre talán Budapest kapja meg, és a magyar birkózás, akkor egy itthoni környezet
ben még könnyebben esetleg, meg motiváltabban tudnánk, meg tudna a színvó megszerezni a kijutást. Várjuk ezt a meg hogy a felkészülésük rendben legyen, és minden sérülésmentes legyen, meg jó fel tudjanak készülni, és akkor majd utána jelentkezünk itt nálad. Köszönöm szépen, itt voltatok. Akkor sérülésmentes további jó munkát kívánok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, itt voltatok. További sportosat.